Tolna megye polgárőrei a közösségépítés jegyében töltöttek együtt egy napot Nagydorogon, ahol a bátaszékiek is képviseltették magukat, akik az év folyamán többek között a közrend és közbiztonság fenntartását is segítik a városban és a környező településeken. A környező öt településsel látunk ezt szolgálatot, Alsónyéken, Alsónánán, Mórágyon és Pörbölyön is, még Bátaszék mellett. 30 éve, most már 31 év, hogy megalakultunk. Az egyik legaktívabb, legalábbis remélem, hogy nem csak a mi meglátásunk szerint, az egyik legaktívabb egyesület, nem csak a megyében, az országban is. Az öt településen 100 fő körül vagyunk, ha kimondottan Bátaszéket nézzük, a nyugdíjasokkal együtt ilyen 50, tehát a fele az Bátaszéken működik, és a fiatalokkal most ebben az évben úgy tűnik, hogy szerencsénk van, hiszen most már 4 ifjú polgárőrt köszönhetünk a csapatban. Ritka az a pillanat, amikor önfeledten, civilként tudnak részt venni egy rendezvényen. Mint minden polgárőr egyesületre, a bátaszékiekre is sok feladat vár az év folyamán, így a nyári időszakban is, ami miatt nem is tudott mindenki jelen lenni a megyei polgárőr találkozón. Igyekszünk részt venni ezeken a napokon, de ez a sors fintora, hogy most már sokadik éve a megyei polgárőr nappal egy időben nekünk 2-3 rendezvényünk van otthon is. Ezért megint kis létszámmal tudtunk csak ide eljönni, és sajnos mi ebéd után ugrunk fel az asztaltól és megyünk el, hiszen Alsónyéken is, Mórágyon is rendezvényünk van, amit biztosítanunk kell, de igyekszünk. Tehát ezeken a rendezvényeken, aki éppen ráér és tud jönni, az elszokott, és pihenünk egyet, fújunk egyet, beszélgetünk egyet a többiekkel. Személyen, meg a parancsnok, meg a többi személy részén azért vannak kapcsolatunk a megyében működő többivel is. És ha nem is itt, otthon igyekszünk azért 2-3 havonta egy csapatépítő, összetartó, de mindig valami feladattal egybekötött étkezést is megejteni, azért kicsikét kovácsoljuk, mert megköszönjük azt a sok munkát, amit a polgárőr erre fordít rá. A bátaszéki egyesület nagy területen látja el a rábízott feladatokat, így mindig tárt kapukkal várja az új tagokat. Ifjú polgárőrnek az alapfokú iskolai végzettségkel, míg polgárőr lehet bárki, aki 18-at betöltötte, és büntetlen előéleti, és nincs ellene folyamatban büntető eljárás. Ennyi igazából az egész, meg kell az a nagyfokú elhivatottság, amivel feláldozza a szabad idejét, elveszi a családjától, magától, és a közösségért fog tevékenykedni. Mi a klasszikus polgárőri feladatok mellett, mint a rendőrökkel végzünk közösen, nálunk nagyon erős a katasztrófavédelmi vonal is, a Cikádor mentőcsoport egy nagyon aktív és egy nagyon jól támogatott katasztrófavédelmi csoport, a honvédség fele is vannak kapcsolataink. Tehát igazából szinte az összes lábán állunk a klasszikus polgárőrségnek, nagyon sokszor hatósági tanúzunk, de hát ugye az alap, a klasszik, az a polgárőrség, és a rendőrséggel, a megyébe, a szexrendőrkapitánysággal, de a helyi rendőrök is szinte baráti viszonyt tápolunk. Ebben az évben fejlődtünk egy akkorát, hogy most eddig mindig tudtunk sírni, hogy öreg a járműpark, hogy nehéz fenntartani, viszont ebben az évben márciusban kaptunk egy Suzuki Vitarát az Országos Polgárőr Szövetségtől országgyűlési képviselőnk kijárására, és nem olyan rég vehettünk át a katasztrófavédelemtől egy Polaris terepjárót a hozzávaló vontatóval is, hogy tudjuk szállítani. Ezzel most olyan fejlettségű lett, meg felszereltségű az egyesületünk, hogy nincs okunk panaszkodni. A Suzuki Vitara az szolgálatot lát el, tehát napi szinten, heti szinten többször, de akár napi szinten is használva van. A Polariszt még szokjuk, próbáljuk bekalibrálni, vagy az egyeset működésével, de inkább ez katasztrófavédelmi helyzeteknél, vagy pedig külterületen, hiszen olyan terepjáró képességei vannak, amit ott tudunk a legjobban kamatoztatni. Ezeket ott fogjuk használni, eltűnt emberkeresésnél, vagy külterületen a szőlőhegyeken a tanyák őrzésére, tehát most próbáljuk belőni a feladatait ennek az eszköznek is. A Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke kihangsúlyozta, hogy milyen jó a szervezeten belüli együttműködés, és a közös munkán kívül azt is fontosnak tartják, hogy az évben arra is szánjanak időt, amikor az egyesületek tagjai a munkát maguk mögött tudva tölthetnek el egy önfeledt napot. Az egész éves munkának az egyik olyan napjának is kell lenni, hogy a polgárőr az üljön le családjával, szeretteivel, érezze jól magát, beszélgessünk. Szóval egy kötetlen napot szeretnénk ebből biztosítani. Aki ide eljön polgárőr, az egy kötetlen napot, tehát itt az Irigy, Hónai Mirigy, az Ihos, a Nemzet katónénie, a gyerekeknek külön programok, légvárak, millióféle arcfestési lehetőség, magyarul egy egész családot vendégül látó polgárőr szervezéshez. A fesztivál hangulatból a bátaszékiek maroknyi csapata is kivette a részét, hogy aztán a baráti beszélgetések után újult erővel vessék bele magukat abba a munkába, amit önként vállaltak.